végtelenül nyomaszt a politika. Unalmas, reménytelen, fárasztó, mint a hullarészek csávó derekciójára várni. Megint ugyanazt a gyötrelmes szart fogjuk tapicskolni négy évig. Kilátástalan az egész. Az ellenzék impotensebb, mint a 78 éves kunhegyesi polgármester, de erről majd egy kicsit később. Viszont közben mégiscsak nagyon durva, ami folyik. Nyernek kétharmaddal, de azért újra felfüggesztik a parlamentet. Egy háború miatt, ami tőlünk több mint ezer kilométerre zajlik. Amitől a világ legnagyobb és legerősebb katonai szövetsége véd minket, de azért jó halálra rémíteni az embereket, addig sem gondolkoznak azon, hogy miért lett Magyarország államformája köztársaságból veszélyhelyzet. Ugyanis az van, hogy hiába a negyedik-kétharmados többség, Orbán valamiért azt képzeli, hogy az imidzsének nem tenne jót, hogyha mindenféle parlament meg ellenzék vitatná meg a döntéseit. Hát most mi? A Musk meg a Bezos úgy vezetik a cégeiket, hogy a parlamentbe rohangásznak egyeztetni. Ha na ugye. Egy illiberális birodalomban a főnök nem mutathat gyengeséget. Viszont sokféleképpen mutathat erőt, már valahol készül a veszélyhelyzeti egyenruha az admirális generálisnak, meg valószínűleg egy fehér ló is be van készítve, hogyha valahova esetleg be kell vonulni. Egyébként azt tudni kell, hogy a veszélyhelyzet, mint politikai termék nem Orbán Viktor, nem Rogán Antal és nem Habony Árpád ötlete. Ez az innovatív politikai kamu arról szól, hogy rettegnek az emberek, miközben a politikusok úgy tesznek, mintha éppen megmentenék őket. Kitől nyúlták le? Ki volt az a kis huncut, aki klímavészhelyzetet hirdetett? Na, mm, bizony, karácsony, Gergely. Aztán Orbán megcsinálta durvábban és keményebben. Így most a következő jogainkat korlátozhatja, amikor csak akarja, a személyi biztonsághoz való jogot, a gondolatszabadságot, a lelkiismeret és a vallás szabadságát, természetesen a gyülekezési jogot is bármikor felfüggeszthetik, és a tulajdonhoz való jogot se tuti többé, hála Putyinnak. De nem túlzás ez egy kicsit? Tényleg a személyes tulajdonom és a személyi biztonságom korlátozása fogja megakadályozni az oroszokat, hogy betörjenek a Kárpát-medencébe? Mert hogyha igen, akkor oké, okay, akkor csináljuk, persze, de legalább a pataki Attila forgasson már egy társadalmi célú szifit, hogy ez mégis hogyan néz neki. És továbbra is az a szabály, amíg a Fidesz kétharmaddal máshogy nem dönt, persze, hogy a kormány nem veheti semmibe az élethez való jogunkat, börtönbe zárhatnak, de meg nem ölhetnek, az emberi méltósághoz való jogunkat, elvehetik a cégedet, de nem nevezhetnek közben csicska buzinak, Továbbra is tilos a kínzás, a kegyetlen és megalázó és embertelen bánásmód, hogyha netán börtönbe kerülnél, vagy kifestesz egy buszmegállót. megállót, illetve továbbra sem megengedett a szolgasság és az emberkereskedelem, de erről részletesebben kicsit később a 78 éves fideszes polgármester és a 18 éves dét felesége kapcsán. A veszélyhelyzet legfontosabb döntése már is megszületett. Adót vetnek ki az extra profitra nem, nem gondolod jól, Mészáros Lőrinc természetesen nem fizet külön adót. Egy év alatt 60 milliárddal gyarapodott a vagyona, de a közbeszerzéseken szerzett extra profit az nem számít. Annyira azért nem nagy a baj. Sőt, igazából az egyetlen nagyobb gond Parag László, a kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint, hogy az állam túl sok pénzt hagy a katásoknál. Hmm ez az ember képviseli elvileg a kisvállalkozókat. Neki fizetik a kötelező kamarai díjat, talán ebből is futott arra a szép Rolexre a 18 karátos tömör rózsa aranytokkal. Na most a vállalkozók védőszentjéről annyit lehet tudni, hogy ő a család fenntartó, és azt mondja, hogy amit a felesége visz haza, az csak apró pénz. Fun fact! A felesége nagyjából 3 millió forintot keres havonta csak a nemzeti bankos állásából, Apró pénz, na hát, ne baszóskodjunk, nem? Orbán Viktor személyes tanácsadója azt nem árulta el, hogy ő mennyit keres, mert ahogy fogalmazott, az irritáló lenne. Azt viszont már nem tartotta irritálónak, hogy kifejtse, a pedagógusnak azért is jó az alacsony bér, mert hosszú a nyári szünet, és négykor hazamehetnek. Matematikai feladvány, ha ez a duma nem irritáló, Vajon mennyit kereshet Parrag László? A nerszociálisan érzékeny arca, a Rolexes vállalkozó a tűzoltó hivatással kapcsolatban sem hagyott minket, Parragon. Elárulta ugyanis, hogy nem kell félteni a tűzoltókat, a rossz fizetésükért kompenzálja őket a munkájuk során felszabaduló adrenalin. Elmészte a Úrva anyádba, ember! Hát ennél még a Dobrev Klárába is többen empátia szorult az elkszúrtukban. Nem veszélyességi pótlék, vagy nagyobb fizú nekik, hanem inkább köszönjék meg nekünk, hogy engedjük, hogy az izgalmas akciódus munkájukat végezzék, és annyira nagyvonalúak vagyunk, hogy hagyjuk, hogy egyeruhába bohóckodjanak, meg megmentsék az életünket. Meg eloltsák a tűzünket, Meg levágják az öngyilkosokat a kötérről. Meg félholtakat vágjanak ki autóroncsokból. Hát remélem, Parragúr, hogy jó magas a kamarai tagdíjukat üzoltóknak a kurva anyjukat. De ez az az ország, ahol nem az a botrány, hogyha a kormány pofára adóztat, miután egy éven át úgy osztogatott, mintha nem lenne holnap. Meg nem az a botrány, hogy korlátozzák a jogainkat, és még a kétharmados többségű parlament is kolonc, hanem az, hogy sént kidobta Szabó Zsófi, hogy Tóth Gabi keresztényüldözés áldozata. És az, hogy ki kit dugott meg a szolnoki palacsinta fesztiválon? Dugás és palacsinta, itt álljunk meg! Kezdem azzal, hogy nagyon kedvelem Azariát, vagy a YouTube művész nevén Paul Streetet, aki 20 évesen az egyik legmenőbb magyar YouTuber, miközben egy nagyon tehetséges zenész, több slágerrel. Viszont a szexbotránya? Hát az nagyon kiábrándító. Nem a megcsalás. Húsz évesen, hogyha Rockstar az ember ilyen azért előfordul, igazából nem is Rockstar, hogyha nem fordul elő egy ilyen, meg nem is a kiszivárgott rossz minőségű és még annál is rosszabb minőségű szexet tartalmazó videó nem is rockstar az ember, hogyha nincs egy ilyen videója, és oké, okay, tudom, nem lehet minden fronton világklasszis szinten teljesíteni, két sláger után nem várhatjuk el, hogy a dugás hosszú katinkája is legyen, de az, hogy a szolnoki palacsinta fesztiválon, a tojtojvécék mögött teljesedett ki a szerelem, Hát az azt mutatja, hogy Magyarországon nem csak ellenzéki politikusnak, meg liberális újságírónak és mélytengeri búvárnak, de még rockstárnak lenni sem érdemes. Hát hogyha legalább Tibor István valamelyik kastélyának az egyik tornyában hágta volna meg a rajongó miközben szép kokainozva kihajít egy tévét a lakosztályból, és közben azt üvölti, hogy kis grófó, te vagy a király, de egy nutellás meg egy túros között, a szolnoki palacsinta fesztiválon, a tojtojvécék mögött, Hát, hogyha az ember pisilni akar, akkor is elkerüli a tojtoj vécéket. Nem, hogy kúrni nem megy a közelükbe. Hogyha egyszer esetleg fellépek a Szolnoki Palacsinta Fesztiválon, nem kell megvárnotok, hogy a tojtói vécéhez hurcoljak valami fiúkát, lapítsatok ki az első palacsintás poén után, jó? Köszi. És miközben Azaria próbálja kezelni a helyzetet, barátnője, ex-pumped gabóné ex VV Schomané Luna, akinek az, hogy a csávója férekor most biztos egy nagyon fura élmény, olyan jól választott monogám férfiakat, na de ő legalább méltóságot demonstrált, és nem kezdett el balhézni az Instán. De jött a 20 éves rockstar apja, és közölte, hogy a zenekar ezentúl nem lesz jó fej. Nem vegyülnek többé a rajongókkal, ebből elég volt. Hát, két problémám van. Az egyik az, hogy baszki, ha hát nem megerőszakolták a fiát, ő nem egy áldozat. A másik az, hogy húsz éves. Miért akarja az apja tönkretenni a felívelő jó hírét azzal, hogy eljátsza a felügyelőt a kadét iskolában? Hm. Ebben az országban nem csak a fiatal rockstárok, hanem a 18 éves hajadonok számára sem könnyű az élet. Ugyan megszűnt a Pesti tévé de a normálisok lázadása nem vesztett lendületet, úgy, mint a felcsúti per, a kunhegyesi 78 éves fiatal demokrata polgármester leckét adott az LMBTQ propagandának heteronormativitásból, a feministáknak meg a gender valóságból. A társadalmi szerepekről nem beszélünk. Az anya nő, az apa férfi. Az asszony principiuma isteni meghatározottság kislány babára kék rugdalózót adni, később matekfakra járatni, borzalom. Hát mi lenne a világgal, hogyha már semmi nem jelentene semmit? De az életkor az csak egy szám. Ott nem számít a morál, az erkölcs, a hagyomány, a tradíció, a normalitás. Így esett, hogy a 78 éves kecske elvette a 18 éves káposztát. Íme. Hát, minthogyha az Anna bárra kísérné a dédi papa az unokát. Én nem tudom, hogy mióta jártak. De Kunhegyesen lazábban értelmezik a keresztény erkölcsöt, mint a... Hát, itt most a Varga Juditollózása jut eszembe, pedig biztos, hogy van jobb példa. És tudom, nincs ebben semmi új. A vénkecske is megnyalja a sót. Na de a vénkecskének az öregapja is. Hm? Egyébként miért is félünk a migránsoktól? Mert hozzák a sajátos kultúrájukat? Elveszik az asszonyainkat? Az öreg nagy faszú bantú hozzá megy a magyar menyecskéhez, ha? Hát, banyek, ezek nem megvédeni akartak minket az Afrika belső viszonyoktól, csak a konkurenciát távolították el. És ezek az arcok beszélnek arról, hogy milyen az Istennek tetsző normális párkapcsolat, lol! Egyébként, hogyan udvarolhatott Bandi bácsi? Hogyan szedhette föl a lányt? Kicsi, gyere velem csókot szedni! Olyan szép vagy, mint a karádi Kati. Szia, mizu kislány! Ismertem a dédanyádat. Alattam járt kettővel. És hol szedhette föl? Hm? Vagy az öreg ment bebaszva a kunhegyesi kultúrba a tini diszkóba, vagy a kislány tévet véletlenül egy csongrádi -Kati koncertre, én nem tudom, de az is lehet, hogy valami középkori hagyomány élet újra kunhegyesen, mint amikor a Drakulának fiatal lányokat áldoztak. És a legjobb, hogy a tények, a TV2 beleállt. Szerintük a nász nem botrányos, hanem érdekes. Nem az a kérdés, hogy mi volt a múlt, hanem hogy mi lesz a jövő. A 78 éves polgármester elmondása szerint nagyon jól megértik egymást a 18 éves Kunhegyesi First Lady-vel. Mindenben megértjük egymást. Tehát nincs olyan, amiben ne értenünk meg egymást. De jó Isten, miben? Miben? Miben értik meg egymást jól? Én nem a hálószobájukban akarok kamerázni, tudom, hogy a lemenő napnak is van ereje, de azon kívül együtt nézik a Netflixet, vagy együtt instáznak. A miről beszélgethetnek? Bandibácsi elmeséli az izgalmas történeteit az első világháborúról. Hm? Még egy szakértőt is megkérdeztek, hogy ez a kapcsolat így, hát rendben van-e? És a TV2 szakértője mit válaszolt? Na mit? Azt, hogy az, hogy korkülönbség önmagában nem jelent semmit. Vannak szerencsés esetek. A párkapcsolati szakértő szerint a korkülönbség ellenére olyan közös szabadidős elfoglaltságot kell találni, aminek együtt örülnek. Mi a fasz? Közös séta a Kunhegyesi temetőben? Vagy végrendelet megfogalmazása? Esetleg felnőtt pelenka rendelés az öbátyúról? Mi? És természetesen a lipsiknek is beszóltak, ne ugassatok kutyák, hiszen a faludi György is a fannival kavart. Na, Eljutott oda a jobboldali kurzus, hogy faludi példakép, a liberális életvitellel semmi baj, ítélkezni rossz. A független médium a szakértői véleményeket meghallgatva arra jut, hogy nem érdemes minden könyvet a borítója alapján megítélni, a szerelem van, a többi tulajdonképpen nem számít egyébként a mögött az egyszerre gerontofil, posztpedofil és prenekrofil kapcsolat mögött van egy nagyon nem vicces emberi sors, az aráé. És sokan azzal cseszegetik, hogy ő egy aranyású, aki levadázta a vénkéjencet. Hát, ha igazok lenne, akkor sem az aranyásás ha jó szó, hanem inkább az tan, És nincs az az aranyású, aki 18 évesen már erre a disziplinára specializálódik. Egyébként ezt a lányt 13 évesen felcsinálta, megerőszakolta, megrontotta egy 30 körüli beteg fasz. Neveli a négy éves gyerekét. Gondolom, iskolát végezni, szakmát találni kunhegyesen amúgy sem könnyű, és hát most ebbe a kapcsolatba kapaszkodik. Azért jó lenne, hogyha jönne egyszer akár egy keresztény nemzeti, akár egy feminista liberális kormány, ami komolyan veszi a nők elleni erőszakot ami segít az áldozatoknak, és nem csak használja őket. Baszásra, megszavazásra.